Igazi dzsembori hangulat uralkodott a Balatonkenesei Pilinszki iskola sportcsarnokában. A megye 7 iskolájából érkeztek gyerekek, hogy egy jót kosárlabdázzanak, és összemérjék ügyességüket, tudásukat. A Fűzfői, a Vörösberényi, a Zajkai Fekete István, a Veszprémi Csolnoki és Botev, valamint a Pápai Szent István általános iskolákból 12 fiú és 5 lány csapat érkezett. És természetesen a kosárlabda utánpótlás területén évek óta dolgozó házigazdák is képviseltették magukat. Milyen gyakran szoktatok edzésekre járni? Hát hetente 2-szer van edzés, és testi órákon is szoktunk gyakorolni. És te mikor kezdtél el kosarazni, és miért szereted ezt a sportot? Hát körülbelül 2 éve, és azért szeretem, mert jó játszani, és csak úgy szeretem. A programot 2013-ban indította útjára a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. A cél az, hogy az első, második, harmadik és negyedik osztályos tanulókkal megszerettessék a sportágat, és tömegsport jellegű foglalkozások keretében a kicsiket is bevonják a felmenőrendszerű versenyekbe. Tavaly elkezdtük a harmadik, negyedikesekkel, az idén folytattuk az első, másodikasokkal. Hát ez egy tömegsport rendezvénynek indult először, természetesen szakmai háttere van, minden iskolában a testneveléssel és kosárlabdával foglalkozó kollégák fölvállalták, hogy hetente 2-szer 1 órában foglalkoznak ezekkel a korcsoportos diákokkal. Na most ez a mozgalom most már fölért, ez a második éve, és évente egyszer rendezünk a különböző korosztályoknak egy találkozót, amit a cserkészektől vettük kölcsön dzsemborinak, tehát találkozónak hívjuk. Ezeken a versenyeken nem a eredmény számít, hanem az, hogy a gyerekek örömmel játszanak, és minél több játék lehetőséghez jussanak. A kenesei rendezvényen közel 120 harmadik és negyedik osztályos diák kergette a labdát egész nap. A kicsiknek, az elsős és másodikos diákoknak májusban rendeznek hasonló sportos napot Pápán. A programban résztvevő iskolákat többek között kosárlabdákkal, palánkokkal és diákoknak kiosztható logóval ellátott pólókkal segíti az Országos Szövetség.